Kicsit ma reggel megviccelt minket, most már 2,5 órás úszásban vagyunk, de elég komoly esőre, zivatarra ébredtünk, ami csak erősödött, talán egy pár perc múlva csökkenni fog a felhőzet meg a vihar is, és majd igyekszünk a nap során ezt a 2,5 órát valahogy behozni, hát annyival később érünk oda a szálláshelyre. De így nem merünk neki vágni, mert nincs értelme, mert körülbelül 3 kilométeren belül bőrigáznánk. Hát ez így kezdődik ez a mai nap. Majd azt is mondod, hideg van. Hideg az eső. Hát mondják a fiúk, hogy hideg is van. De az ellen még jobban lehet védekezni, mert felöltözünk, de az eső ellen nehezebb. Az eső is hideg. Majd egy Bódenitónak a déli oldalán tettünk meg egy 30 kilométert, szépen kezd kisütni a nap. A biciklitúra nem csak attól érdekes, hogy szép pályákon haladunk keresztül, hanem mindig érdekes dolgokat látunk. Például bejöttem ide egy menüt enni, mert már kezdtem ilyes tenni, és erre rájöttek, hogy én magyar vagyok, és kiderült, hogy a hölgy is magyar, aki a pultnál van. Úgyhogy még be sem mutatkoztunk egyébként egymásnak. Én valamit voltál vagyok. Szervusz, Ráne Fermai vagyok. Noémi. És azt megtudtam, hogy itt élsz egyedül, nem ezt a szüleitől tudják megoldani. Ez így van, igen. És honnan származol? Magyarországon melyik részre? Közszeg-Szombathely környékéről. Úgyhogy nem messze tőlünk. És mióta vagy kint egyébként? Most 2,5 éve élek kint, és azóta vagyok itt. Szuper. És hogy találtad meg itt a számításodat? Mosolyogzunk-e valószínűleg jól? Jól, most már jól. Az eleje az nagyon nehéz volt, az első év az nagyon nehéz volt, de szerintem ki költözik, az tudja, hogy miről beszélek. Most már jó, beilleszkedtem és jól érzem magam. És többen is vannak magyarok? Nagyon sokan megyünk a Bódenitó környékén. Összetartotok? Tehát van egy rendszeres kapcsolat, vagy csak tudtok egymásról? Sajnos tudunk egymásról, és az jó, hogy tudunk egymásról, de nem törtünk annyira össze. Tehát nincs ködös buli, meg ilyenek. Van innen egy 40 kilométerre körülbelül minden évben kétszer magyar találkozó, meg vannak ilyen grillpartik. De vannak összetartó csapatok, 8-10, akik egy városból vagy egy környékről jöttek. Magyarok nem tartanak annyira össze. Jó. És akkor azért a nyelvőzés nehéz kint lenni. Megéri kint lenni, de nehéz. Hát sehol sem nehéz. Vagy sehol sem könnyű. Annak könnyebb, aki ingázó. Aha. És hazamegy. Fél évet itt van és fél évet otthon van. Aki itt él, annak nagyobb a költsége, mert sajsz nagyon drága. Igen, ezt tapasztaltuk itt az elmúlt napok során, hogy elég komoly árak vannak, de hát azokat a fizetéseket, amiket itt ki kell fizessenek embereknek, azt csak azokból az árakból lehet, amit máskor be kell szedni. Úgyhogy akkor én nagyon örülök, hogy összetudtunk veled, és végre egy kis magyar riportot is tudtunk csinálni az út során. Én is nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt voltatok. És még ezzel a 30 kilométeren még egy-két érdekes tanulságot azért összeszedtünk. Először is, hogy maga a táj az nagyon rendben van, tehát itt azért a közterületek nagyon szépek. Én a túloldalát is láttam már a Bódenitónak, egy kicsit más azért. Ez a részen laposabb, de nagyon szép az egész. És ami megdöbbentett, és fel is vettem,
ez. Ahogy dél körül jártunk, és mentek haza a gyerekek iskolába, óvodából, és ilyen 3-4 éves gyerekek rollerral, szépen felöltöztetve, láthatósági mellénnyel, egymaguk, szülői kísérlet nélkül rollereztek haza, de nem egy, nem kettő, sokan. Ez azért érdekes, mert nálunk még az is nehéz a szülőkkel, hogy mondjuk az óvoda az milyen közel parkolhat le, vagy nem parkolhat le, mert azért nálunk feltétlenül is van néhány ilyen veszekedés arról a kapcsolatban, hogy mennyire mehet közel, és hogy nem nagyon láttam én azt otthon, hogy mondjuk csornál feltöltünk kapuvá lendréren ezeket a kisgyerekeket, ilyen bátran elmerik az óvodából, iskolából hazaengedni. Úgyhogy ez is egy érdekes tapasztalás itt. Az időjárás a mai napra teljesen ketté szabta és elrontotta a tervezett programunkat. Ennek ellenére itt vagyunk Stein an der Rhein-nél, ez egy csodálatos kis városka a Rajna partján. Már itt a folyó kijön a Bodeni-tóból, mert ezt korábban nem mondtuk el, hogy alapvetően a Rajna befolyik a Bodeni-tónak az egyik végén, és a másik végén kifolyik, tehát alapvetően a Bodeni-tavat a Rajna is táplálja, sőt az egyik fontos tápláló folyója. És a kifolyási résznél, amikor összeszűkül van a Stein an der Rhein, ahol vagyunk. Ez egy nagyon szép kis városka, jelzetessége, hogy Svájcban nem sok város kapott bombatalálatot. Ez az egyik, ez is csak azért, mert az amerikaiak, vagy az angolok, ezt most pontosan nem tudom, véletlenül összekeverték a településeket, hiszen a határ itt elég cikcakosan jön a német meg a svájci, és véletlenül, ami természetesen sem ezen a településen, sem a következő állomáshelyünkön a Rajna-vízesésnél nem látszik, hiszen mindent teljes mértékben visszaépítettek úgy, ahogy volt. És hát meglepetésünkre itt is egy magyar emberbe botlottunk, aki az utcán zenélt, úgyhogy vele is csináltunk egy rövid kis beszélgetést. Én másképp magyarországon vagyok, csak kb. 20 éve vagyok ottan, és Magyarországon is megtagadnak, azért mert roma vagyok, és nagyon nehéz. Mindegy, itt szépen eljönnek eleget nekik. Hát valahogy muszáj, mert meg kell élni, nagyon meg kell élni, mert igen. Három fiam van, és nagyon nehéz. Jó napot kívánok! Hát további jó egészséget, és sok sikert, a boldoglást. Nagyon szépen Svájcban. Szerintem a szép kis városban. Mert meglepődtünk, hogy itt is magyar hangot hallottuk, azért álltam meg egy pillanatra. Minden jót! Viszont kívánok! Thank you.
Végén sikeresen megérkeztünk Schaffhausenbe. Egy kicsit nagy a zaj, hiszen ez a város arról híres, hogy itt van a Rajna vizesés. Ez a környék, sőt azt mutatom, hogy az útvonal egyik legnagyobb látványossága, hiszen a képeken majd láthatják, hogy micsoda fantasztikus mennyiségű víz zúdul itt be ezen a több mint 20 méteres szintkülönbségen, aminek egyben a város is köszönheti a gazdagságát, hiszen nem csak abból lett ez a város a környék egyik leggazdagabb városa, hogy itt van ez a látványosság, és sokan megnézték, hiszen a turizmus régebben nem volt annyira jelentős, mint most. Hát egyszerűen amiatt, akik a Rajnán eddig fölhajóztak az áruval, nem tudtak továbbhajózni. Akik a Bódani-tóról le akartak hajózni, nem tudtak továbbhajózni. Tehát a város egy úgymond átpakoló hely volt, egy kereskedelmi hely volt, eloszták ide az árut jobbról-balról, itt az gazdát cserélt és visszamentek. És ennek a kereskedelemnek köszönhette igazából a gazdagságát ez a város, de a mai időszakban igazából a fő látványosság és a fő bevételi forrása szerintünk ez a vizesés, ami egy fantasztikus látványosság. Ezen a kis térképen itt meg tudjuk mutatni, hogy eddig mennyit tettünk meg. Maga az egész Rajna 1320 km hosszú. Mi itt fönt kezdtük Oberalpasznál a túránkat, és Liechtenstein mellett leértünk a Bódani-tóhoz, és a Bódani-tóból kijöve most itt vagyunk a Rajna vizesésnél. A Rajna folyik tovább egészen Bázelig, ami egy francia, német, svájci hármas határ, és utána francia és német határfolyóként majd Németországon és Hollandián keresztül Rotterdamnál éri el a tengert. Ebből mi igazából most ebben a sorozatban idáig Karlsruhe-ig fogunk eljutni. Hát a kényelmes turistáknak nem csak gyalogolni kell, hanem fölfelé van lehetőség liftel menni. Ki van építve? A fantasztikus parkoló, shop és ez a lift egy áldás volt a mai nap végére. Virtlő Mátyás a Városházán lévő országgyűlési képviselői irodában fogadta a sajtó munkatársait évindító sajtótájékoztatóján.
Sopron és környéke országgyűlési képviselője elsőként az Orbán kormány európai uniós források felhasználása kapcsán felmerült kritikákra válaszolt. Az unió által rendelkezésünkre álló 8600 milliárd forintot egytől egyig fejlesztési forrás lehívtuk, teljesítettük. Talán kimagasló is az Európai Unióban, hogy ekkora abszorciós képességgel bírtunk, hogy mindent el tudtunk tölteni. A politikus kiemelte, az Orbán kormány stabil növekedési pályára állította a magyar gazdaságot, így 2006-ban a családok ismét előre léphetnek. A családtámogatás, az otthonteremtés és az adócsökkentés, ebből következik, hogy a gyarapodás éve lesz Magyarországon mindenki számára. Tehát, hogyha mindenki számára mondom, akkor az azt jelenti, hogy ha csak a egyik elemét vesszük ki, hogy 15%-ra csökken a személyi jövedelem, az azt jelenti, hogy minden egyes polgárnak 15%-kal csökken a személyi jövedelem adója, ami egyébként azt a lehetőséget is megnyitja, hogy elindultunk azon az úton, amikor azt mondtuk, hogy a gazdasági teljesítményünk eredményeként valóban egy számjegyű adó szeretnénk majd elérni valamikor Magyarországon. Az adócsökkentés kapcsán Firtlő Mátyás beszélt az áfa csökkentésekről, ezen felül az otthonteremtési programról, valamint a több ágazatot érintő bér és a nyugdíj emelésekről. A képviselő azt mondta, újabb foglalkoztatás segítő programok indulnak, amelyeknek köszönhetően 25 ezeren léphetnek át az elsődleges munkaerőpiacra. 6,2%-os jelenti a munkaerőpiaci ráta, amit szeretném elmondani Európában is kényesebb. A foglalkoztatottsági adatok kapcsán a politikus kijelentette, soha ilyen alacsony nem volt a munkanélküliségi ráta, és soha ilyen magas nem volt az állami adóbevétel, ami 2015-ben 4 milliárd 200 millió forint körül alakult. Tájékoztatót tartottak a 2016. évi adójogszabály változásokról Csornán. A rendezvényen dr. Lázár József, a NAP megyei osztályvezetője elmondta, milyen fontosabb adójogszabályok változtak meg január 1-től. 2016-os jogszabályváltozásokban több fontos módosítás történt. Ez a személyi jövedelemadóról mondanék néhány gondolatot. A legjelentősebb változás az adókulcs 16-15%-ra változott január 1-től, illetve kétgyermekes családok esetében növekedett a családi kedvezmény. Azt jelenti, hogy a kétgyermekes családok gyermekenként 2500 forint többlet kedvezményt tudnak igénybe venni, ami azt jelenti, hogy egy kétgyermekes családnak havonta 5000 forinttal növekedik nettó jövedelme a gyermekek után. Az a szabály nem változott, hogyha egy család nem tudja igénybe venni a jövedelemadójából a kedvezményt, akkor a járulékából tudja azt érvényesíteni, úgy, mint a megelőző években. Jelentős változás a magánszemélyek részére, hogy a nagyon egyszerű bevallási forma kerül bevezetésre, a bevallási nyilatkozat, ami azt jelenti, hogy adóhatóság készíti el a bevallást az adózók helyett. A magánszemélynek annyi a teendője, hogy a munkáltatója által kiadott igazoláson jelzi a munkáltatója felé, hogy él ezzel a lehetőséggel, tesz egy X-et, és onnantól adóhatóság készíti el a magánszemély bevallását. Akinek nincs munkáltatója, adóhatóságnak jelzi ebbéli szándékát, ez szintén adóhatóság elkészíti a bevallást. Ezzel azok élhetnek, akik 2015-ben kizárólag munkáltatótól szereztek jövedelmet, nem vesznek igénybe adó kedvezményt, és nem rendelkeznek az adójukról. Általános forgalmi adóban jelentős változás az áfakult csökkenése, sertéshúsak esetében, illetve újépítésű lakások értékesítés esetében is 5% lesz az általános forgalmi adó kulcsa január 1-től. A gazdálkodóknak, illetve a bérbeadóknak kell figyelni arra, hogy úgynevezett időszakos ügyletek teljesítési időpontja megváltozott a általános forgalmi adóban, és a korábbi szabályoktól eltérően most már az időszak utolsó napján kell az általános forgalmi adót megállapítani. Ez a főszabály, de ez alól van néhány kivétel is, amelyre szintén figyelni kell az ezzel foglalkozó vállalkozóknak. Társaságadóból kiemelném a sporttámogatás kedvezményének a változását, ami azt jelenti, hogy aki sportegyesületet, látványcsapatsportot támogat, ugye ezt a támogatást adóhatóságnak be kell jelenteni. Eddig 8 napon belül kell bejelenteni egy sportbeli nyomtatványon az utalás megtörténtét, most erre 30 nap áll a rendelkezésre, és határidő a korábbi szabálytól eltérően nem jogvesztő. Jelentős változás az eljárási törvényekben, hogy két új adózói kategória kerül bevezetésre a cégek részére, a megbízható adózó kategóriája, illetve a kockázatos adózó kategóriája.
Ez azt jelenti nagyon röviden, hogy aki megbízható adózó kategóriába kerül besorolásra, az különböző kedvezményekben tud részesülni, kiutalási határidőben, fizetési kedvezményben jelentkezik számára ez a besorolás, illetve a revíziós határidő is limitált, 180 nap a végső határidő az ellenőrzésre. Aki kockázatos adózónak minősül, ott viszont hátrányokkal kell számolni, mind a bírságban, mind pedig a kiutalási határidőkben. Most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége Pintácsi Alexandra Szandi. Köszöntelek. Szia, szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Örülök, hogy itt vagy. És három gyermek édesanyja, és most már rengeteg tapasztalattal rendelkezel, gondolom, gyermeknevelés terén, vagy inkább csak rengeteg mondjuk információval, vagy rengeteg megfigyeléssel, akkor mondom így, hogy mi minden történik egy családban, és ezzel kapcsolatban én szívesen bármit kérdeznék tőled. Nyugodtan. Egyébként ez mind, amit felsoroltál. Tehát amikor az embernek már a legnagyobb gyermeke 16 éves, és akkor még sehol se vagyok azokhoz képest, akiknek még nagyobb gyermekük van. De gondolom, hogy van egy vezérvonal, vagy valami, ami mentén haladtok. Van? Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog a szeretet. Tehát a gyerek érezze, hogy szeretik, hogy biztonságban van, és a szüleihez bármikor, bármivel fordulhat. Tehát szerintem a szülőgyermek, és egyébként a társas kapcsolatban is a legfontosabb a szeretet, az őszinteség, és hát valamilyen szinten az ember próbáljon meg következetes lenni, és állítsunk fel bizonyos szabályokat. Mindenhol más és más szabályok vannak, amikhez igenis valamilyen szinten alkalmazkodni kell, ha nincsenek, akkor teljes szétesés van. De ez csak egy töredéke, mert annyi minden kell még, hiszek a kommunikáció erejében. Rengeteget kell beszélgetni, külön-külön is a gyerekekkel együtt. Tegnap társasoztunk egyet este, és tök jó volt, monopolisztunk. Én egy teljesen ateista családból származom, állati jó karácsonyaink voltak, de hát nem az a meghitt imádkozós és Jézusra gondolós, hanem összejöttünk, buli volt, zenéltünk, énekeltünk, nagyon jól éreztük magunkat, fantasztikus gyerekkorom volt, de én egy kicsit mást akartam, én meghittebbet akartam, meghittebb ünnepeket akartam, amikor majdan családom lesz, tehát én arra gondoltam, és 12 éves koromban én önszántamból keresztelkedtem meg, tehát valahogy a Jóisten megtalált magának, vagy mi ketten megtaláltuk egymást. De hogy egyébként, hogy 12 évesen egy kislány, a megkeresztelkedés, hogy elkezdtél járni mondjuk valahova, vagy bekérted a szülőket, hogy vigyetek el ide, vagy... Nem, teljesen nonsens egyébként, hogy történt a pünkösdfürdői strandon, apukámmal ültünk a padon, ő cigizett, én fagyiztam, el is emlékszem, és felnéztem az égre, és akkor arra gondoltam, hogy ott vannak a felhők, angyalkák, Jóisten, és akkor eszembe jutott a kérdés, tehát mint az ámora szerelmes, a leendő szerelmesekbe így belelövi a nyilat, a Jóisten úgy talált meg szerintem engem is, és akkor feltettem ezt a kérdést, szinte tudattalanul, vagy igazából azt se tudtam hirtelen, hogy mit kérdezek, vagy nem is tudom, tehát feltettem azt a kérdést apukámnak, hogy megkereszteltetek engem, vagy megkeresztelték engem. És akkor apu mondta, hogy hát elszégyelte magát, magyarázkodott, mondta, hogy hát a rendszer, tudod, és hát tudod, ez úgy volt, hogy csak névadód volt, és jaj. De apukám bőszen elhatározta, hogy akkor engem segít erre az útra rátérni. És a szomszédunkban Marika néni ismerte János atyát, aki sajnos már nincs köztünk kb. 6 éve. Ő nekem egy lelki atyám volt, tehát a Jóisten ő hozzá vezérelt, nem véletlenül, egy egész életre meghatározó szent atyát ismertem meg személyében, egy embert. János atya tényleg olyan szinten hatással tudott lenni az emberekre, olyan kisugárzása volt, hogy a egészen pici gyerekektől a nagyon-nagyon idős emberekig mindenki, aki ismerte, tisztelte őt, és nagyon szerette. Na, az a lényeg, hogy megismerkedtem János atyával, hogy onnantól kezdve minden vasárnap templomba jártunk, én meg apu, ketten.
És így indult tulajdonképpen az egész, és utána első áldozó is lettem keresztelkedés után, és akkor így kezdődött el az életem a hitélet. Csabit pedig hitben nevelték, tehát ő egy teljesen más családból származik, ott mindenki orvos, abszolút homlokegyenest, teljesen más a két család, ahonnan származunk. De milyen érdekes, hogy akkor édesapádat is tulajdonképpen belevezetted a hitbe. Apukám egészen kiskorában állítólag még pap is akart lenni, de ennek ellenére úgy nem volt igazán templomba járós a család, tehát apunál is volt már erre csúnya szóval érve hajlam, vagy szóval, hogy érzések voltak benne a hittel kapcsolatban, csak valahogy nem tudott kibontakozni az életében. Igazából nem tudom miért, talán ha élne apukám, akkor el tudnánk beszélgetni erről, de sajnos most már 16 éve nincs köztünk. Szóval ő nagyon sokat tett aztán azért, hogy ez így kibontakozzon ez a dolog bennem. Szóval ez is egy nagyon-nagyon közös pont volt bennünk a Csabival, és én onnantól kezdve, hogy odaköltöztem hozzá 18 évesen, onnantól kezdve mi együtt is dolgoztunk, és nem csak a magánéletben, hanem szakmailag is tökéletesen kiegészítjük egymást. Na és például szakmai téren, hogyha nézzük egy kicsit a dolgokat, akkor felmerül bennem, hogy mondjuk akár 10 éves korodban is már akkor tulajdonképpen egy hívő kislány voltál, és egyre nagyobb lány, ugye? Jól mondom. És például ezt mondtad bátran a nyilvánosság előtt is, hogy te hogyan gondolkozol, vagy pedig inkább nem annyira emlegetted ezt a témát? Én nem csináltam ebből problémát, egyik se. Tehát nem gondolkodtam ezen, hogyha én egy társaságban voltam, hogy most itt ezzel kérkedjek, vagy tehát én nem is gondolkodtam ezen. Egész egyszerűen igyekeztem Istennek tetsző életet élni. És aztán valahogy ez olyan természetes számomra, Csabuskának, a Bátor Tamás opera énekes, a Domonkos fiunknak a keresztapukája, együtt jártak a piaristákhoz a Csabival, és ő nagyon mély bariton hangja van, és ültünk az étteremben. Fiam, már pedig nem kell lesz szégyelni, tessék szépen imádkozni. És ott az étteremben hangosan keresztettel, édes Jézus légy vendégünk, mondta, hogy ezt nem kell szégyelni, jó, de hát kérkedni se kell vele. De ő azt mondja, hogy például, hogy étteremben van, akkor ő biztos, hogy keresztet vett, tehát ő ebből nem csinál problémát. És igenis vállaljuk, és szerintem alapvetően tisztelni kell embertársainkban azt, amilyenek ők. Tehát ha valakinek más a vallása, én azt abszolút tiszteletben tartom, vagy ha más milyen ember, mint én, tiszteletben tartom. Én mindig magát az embert nézem, hogy milyen, mint ember, milyen érzései vannak, hogy nyilvánul meg az embertársai felé. Engem ezek mindig is jobban érdekeltek. És most az jut eszembe, hogy egyébként akár egy keresztény dalt is énekelhetsz lényegében, de lehet, hogy szoktál. Sőt. Hát amikor a templomban vagyok, akkor mindenki. Akkor énekelünk. Időnként megbök a lányom, hogy anya, ne ilyen hangosan tök ciki. Szokott jelenni, de ez sem szégyellem. Tehát amikor a templomban vagyunk, akkor természetes, hogy én is énekelek a többiekkel együtt. Amúgy meg rengeteg olyan dalom van. 19 lemezem jelent meg az elmúlt 26 évben, mert 26 éve, hogy a pályán vagyok, és számos olyan lemezem is van, például a Tárt ki a szíved című lemez, ami a 10 nem tudom hanyadik már, egy olyan 4-5-6 lemezzel ezelőtti lemezem. Azért a lemezért például az engem szeretőktől, a rajongóimtól kaptam egy szeretett díjat. Mert hogy olyan érzésekkel telített az a lemez, hogy az nagyon megindította őket. Tehát én nagyon nem csak a szerelemről énekelek, meg mindenféle ilyen tipikus dolgokról, hanem tényleg ilyen egészen mély érzésekről is, és hát tényleg Csabival olyan szinten összehangoltan tudunk már együtt dolgozni, olyan dalokat ír, amiket tökéletesen magaménak érzek, mintha én írtam volna, tökéletesen belőlem jönnek ezek a dalok, hiszen egymás rezdüléseit ismerjük, és hát nagyon jó az, amikor ott a konyhában főzök, ő pedig zongorázik, tehát én azt annyira szeretem azt az esti hangulatot. Nem tudom, mióta könyörgök azért a Csabinak, hogy legyen egy kandallónk is, mert az olyan jó lenne, az a plusz hangulat még. Egyszer csak lesz majd. Ez az álmom. Na és akkor igazából a családban a nevelésbéli kérdésekre, én, hogyha szabad egy kicsit visszakanyarodjak,
Akkor ott azért alapvető vonal talán tényleg az, hogy hívő család, akkor én így mondom. Hát egy vezérfonal az életünknek, tehát a Jóisten minden napjainkban ott van. És például volt segítség, amikor például menni kellett mondjuk neked is fellépni, Csabával együtt tudtatok akkor is menni, amikor pici volt, mondjuk az első gyermek még pici volt, az már jó rég volt, 14 éve volt mondjuk, amikor 2 éves volt. Hát ez a babysitter dolog is nálunk annyira természetesen alakult. Egy ideig Kati néni, az óvónéniük volt a babysitterünk, csak aztán ő olyan fantasztikus óvónéni, meg olyan szuper csajszi, hogy így mondjam, azóta neki is 2 gyermeke van, hogy óvodavezető lett belőle. Ezáltal ugye kevesebbet ért rá, és már így problémásabb lett, mindig csak akkor jön egyébként hozzánk babysitter, amikor elmegyünk fellépni. De egyébként mindig megoldjuk, tehát apa, anya úgy intézi a dolgokat, mint én meg a Csabi, hogy mindig valamelyikünk ott tudjon lenni, segíteni, de most meg már aztán 16 éves a legnagyobb, szóval azért már ők is tudnak besegíteni nekünk, hogy a legnagyobb elmegy a legkisebb ér a suliba, szóval azért most már ez így is működik. Na aztán, amikor a Csabuska megszületett, akkor felhívott minket Zsuzsi a szomszédból, akit 9 éves korunk óta ismerünk, akkor kezdett el egyetemre járni, hogy hát neki az egyetem mellett, tudja, hogy van babysitterünk, de hogy tudunk-e neki valakinél lehetőséget arra, hogy ő babysitterkedhessen. Mert hogy az egyetem mellé jó lenne neki keresetni. Mondtuk, hogy Zsuzsi, nagyon jókor telefonálsz, mert Kati néni egyre kevésbé ér rá, és szükségünk lenne egy szuper babysitterre. És 18 éves korától kezdve, gyakorlatilag mai napig, hogyha szükségünk van a Zsuzsira bármikor, igyekszik jönni, most már neki is férje lett, és természetesen ott voltunk az esküvén, ő is tulajdonképpen fogadott családtagunk, a Zsuzsi. Szóval nekünk így alakult ez a dolog, olyan természetesen és olyan szépen, ezt is én hiszem azt, hogy a Jóisten rendezte nekünk szépen. Hát igen, és akkor tulajdonképpen az egész élet tud így működni, hogyha az ember elengedi magát, és azt mondod természetesen, és amúgy is hallottam máskor is, máshol is tőled, hogy a természetesség az, amit legjobban nagyon szeret. Nagyon fontos az őszintesség és a természetesség. Meg mondjuk egy elengedettség. Vagy könnyedség, vagy... Hát meg az, hogy az ember elfogadja azokat a dolgokat, amik jönnek az életében. Uh-huh. Például volt egy nemrégiben egy tévéműsor, amiben szerepeltem, és akkor voltak próbák, meg minden, és képzeld el, hogy előtte pár nappal iszonyatosan begyulladt, kiderült csonthártya gyulladás volt a jobb csuklomban. És képzeld el így végigcsinálni, iszonyatos fájdalmaim voltak, és egyik éjjel így arra ébredtem, hogy hajnalban, hogy nagyon fáj a csuklom, bevettem a fájdalomcsillapítót, de 3-4 óra volt, míg 6-ot. Kínomban pompomot néztem. Jó volt? És kifejezetten jót tett, gombóc Artúr segített nekem elterelni a figyelmemet a fájdalomról. És aztán, amikor végre elmúlt, álmodom, akkor felkelek, most már mindegy, akkor elkezdtem a gyerekeknek ott készíteni napközben a kaját, már minden elmúlt, hát most az a borzalmas fájdalom. Tehát 3 gyereket szültem, de a csonthártya gyulladás az mindennél borzasztó, most aztán fel tud fájni. És kézzel felkeltem, és még sötét volt, és 4 óra múlva elment az áram. És akkor olyan érdekes, hogy egy olyan végtelen nyugalom lett úr rajtam, hogy azt mondtam, hogy Jóisten azért kapom a Jóistentől ezeket az akadályokat, hogy ezek mind-mind megerősítsenek ebben. Tehát ezeket tudomásul kell venni, hogy ezek jönnek, ezek az akadályok, és tulajdonképpen egy kicsit próbára is tesz minket, hogy mennyire tudjuk ezt nyugodtan viselni. Bármi rossz történik, annak előbb-utóbb ki kell derülnie, hogy mi volt az oka. És hogyha így állunk hozzá, sokkal könnyebb. Hát vagy felkészít minket egy sokkal nagyobb akadályra, hogy ott már felvértezettebbek legyünk, gondolom, igen, esetleg. Na de amikor jön például egy ilyen jelzés, annak is lehetne venni, hogy azt mondod, készültél éppen valamire, és csonthártya gyulladás, akkor lehetne azt egy jelzésnek is venni, hogy ez lehet, hogy egy jelzés, hogy nem ez a jó irány, hanem valamire másfelé kellene, akkor lehet, hogy ezt nem is kellene csinálni. Nem. Honnan nem tudja ezt az ember, hogy a jelzések alapján, hogy igazodjon el? Honnan? Hát az ember megpróbálja átgondolni a dolgait, amiket cselekszik meg, amit meglép az életében, és én meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen semmit nem bántam meg, bármi történt eddig az életemben, mindennek oka van. Minden esetre én úgy gondolom, hogy úgy tud jól működni az embernek az élete,
szakmailag is, magánéletileg is, hogyha őszinte önmagához, őszinte a párjához, őszinte a gyermekeihez, és tud bocsánatot kérni, akár a gyerekeitől is. Most nemrégiben egy ilyen pszichológiai beszélgetést hallgattam. Lehet, hogy ez is az lett lassan. Igen. És képzeld el, hogy abban arról van szó, hogy mondjuk ugye mire tanítjuk a gyerekeinket, arra tanítjuk, hogy nem szabad hazudni. Hogy másnap mit lát a gyerek, apa mondja anyának, csörög a telefon, hogy anya, vedd fel és tagadj le, nem vagyok itthon. És akkor mi van? Hát arra tanítanak a szüleim, hogy ne hazudjunk, majd látom, hogy apa hazudik. Szóval, hogy történhetnek ilyen dolgok az életben, de ilyenkor nem azt csinálja a szülő, jó esetben szerintem, nem azt csinálja a szülő, hogy azt mondja, hogy ő hazudik még egyet, hogy nem, ez nem volt igaz, ez üze, és akkor mi is más, hanem leül őszintén a gyerekkel, szerintem az a megoldás, azt mondja, figyelj, igazad van, ez nagyon csúnya dolog volt, amit most csináltam, de hát vannak ilyen szituk, törekszem arra, hogy ne történjenek ilyenek, de most ez egy ilyen szitu volt, kellemetlennek érzem, és igazad van. És akkor majd a gyermek, amikor hasonló helyzetbe kerül, akkor hát most apa, ez egy ilyen szitu volt, kellemetlen. Na ezért bonyolult ez a dolog, de egyébként én előadó művészként is az őszintességnek a maximális híve vagyok. Tehát én, ha kiállok a színpadra, akkor én ugyanúgy kommunikálok a közönséggel, mint hogy most itt veled. Hát de benned sokkal nagyobb tűz ég, mint általában, mondjuk, mint egy átlag emberben, így mondom. Igen, ezért is gondolják kívülállók, sokszor olvasom, mosolygok is egyébként ilyen hozzászólókon, tudod, akik nagyon, nagyon szeretnek az emberek véleményt alkotni, általában negatívat, és azt nagyon élvezik. Ezeken én meg jókat mosolygok inkább. És olvastam, hogy hát borzasztó idegesítő lehet ez a nő otthon, állandóan. Tehát ő elképzel engem, hogy én itt egyfolytában bizsergek, és nem tudok nyugton maradni, és folyamatosan beszélek, miközben fogalma nincs arról, hogy én milyen vagyok otthon. Tehát én például nyáron szeretek mondjuk, ha van rá idő, mondjuk egy órát tevékenykedni, síj csendben kinn a kertben. Tehát vagy főzök a konyhában, de az nem azt jelenti, hogy szétesik ott minden, és tiszta a kosz az egész konyha, és egyfolytában beszélek, és pörgök ezerre. Tehát így képzelik el. Én teljesen normálisan létezem otthon. Tehát úgy, én normális vagyok. Igen. Ugyanúgy élem az életemet, a civil életemet, mint bárki más, csak az én foglalkozásom nem könyvelő, hanem énekesnő, ami azzal is együtt jár, hogy ismert az ember, és felismerik az utcán, meg benne van az újságokban, meg a tévében. És a te életed az egy különleges ilyen szempontból, hogy énekesnő voltál is mindig, és vagy is, és valószínűleg egész életedben leszel is, és mindig mindenhova el is hívnak, és visszahívnak, és valószínűleg ez a te körforgásod, gondolom én, hogy ahova már elmentél, ott már tudják, hogy mit kapnak, akkor oda gyere vissza megint jövő évben is, vagy visszahívnak, és akkor így körbe. Egyébként nő a kör, vagy pedig egy jó erős bázis van, hogy látom? Van egy jó erős bázis, és nő a kör. Mind a kettő. Én hiszek abban, hogyha valamit úgy szívvel, lélekkel csinál az ember, és a maximumot nyújtja, akkor az csak előre viszi. Én a diákjaimnak is azt mondtam, amikor benne voltam abban a tévéműsorban, az énekiskolában, hogy csak előre, meg fölfele van út, visszafelé ne tekintsünk. Nosztalgiázni lehet időnként, de az se lehet túl sokat, mert ha túl sokat nosztalgiázunk, az se jó, mert az nem visz előre. Például nem szeretem, amikor azt mondják, hogy megyek haknizni. Mi az, hogy hakni? Hakni az, amit haknira vesznek. Egy élő zenekaros nagy koncert is lehet hakni. Én azt szoktam mondani, mert vannak azok az előadó művészek, akik azt mondják, hogy van az élő koncert, mert az hú, és van a hakni, ahol nincs mögöttem zenekar, és akkor ott még rossz esetben még playbackel is. Eleve soha nem szoktam playbackelni. Vagy van mögöttem egy zenekar, és akkor azt úgy hívjuk, hogy élő, hogy koncert, vagy nincs mögöttem zenekar, és azt úgy hívom, hogy fellépés. Mind a kettőn apait, anyait beleadok, és a szívem, lelkem a közönségé. Fontosabb az a közönség, ahol vannak mögöttem zenészek, és ahol nincsenek mögöttem zenészek, az a közönség, az annyira nem fontos. Most mi van? Hát értem én, neked mindegyik fontos, csak most elképzeltem, hogy egy szervező majd egyszer csak úgy keres meg titeket, hogy örömmel, hogy drágáim, és hogy arra, mint ami a múltkor volt, az a jó kis hakni, hogy lehetne még egyszer egy ilyet, és nem tudja, hogy meg kiveri a biztosítékot esetleg. Én ezzel is szoktam szólni, amikor azt mondják, hogy hakni, hogy nem hakni, nem szeretem a hakni kifejezést, nincs hakni. Például mi Csabival tulajdonképpen ez egy
kétszemélyes produkció, annak ellenére, hogy én állok a színpadon. Ő mindent elkövet a háttérben, hogy a lehető legjobban rendben legyen minden menedzserként is, tehát rendezi a dolgokat, és technikusként, zenészként is. Hatalmas nagy technikai táskát épített már ki a Csabi, hihetetlen precizitással, tehát a helyi technikusok mindig megkérdezik, hogy lefotózhatják-e, ez zseniális, hogy összeállított ezt a táskát. Mondtam is neki, hogy ezt szabadalmaztatni kéne, hogy minden egyes fellépésen a maximumot kihozzuk a helyi technikából. Tehát mindig rákötjük a saját technikánkat, Csabi keveri végig a bulit, és pontosan ugyanúgy a szívét, lelkét kiadja ő is az egész buli alatt, fellépés alatt, mint én. Csak ő a háttérben. Sose felejtem, mert voltunk 3G koncerten, 3 gitáros játszott, Steve Moore, Steve Vai és Joe Satriani, és a Joe Satriani, amikor játszott, az ő hangmérnöke, kéről jutott eszembe a mi bulink. Sokszor azt látom a Csabin, hogy élvezi keverni a bulit. Képzeld, hogy Joe Satriani játszott ezerrel a színpadon, és a technikusa hihetetlen élvezette, feltolta, és táncolt rá, és betolta, lehúzta, keverte végig a bulit, és élvezte. Tehát élvezet volt nézni a technikusát, miközben ő ott ezerrel nyomta a bulit a színpadon. Na most egyébként például új dal megismertetése az a te esetedben hogy néz ki? Hogy egyszerűen viszed és kipróbálod? Egyik része az, hogy viszem és kipróbálom. Másik része pedig az, hogy van egy Facebookos oldalam, ami most már lassan 260 ezres lájkolású. Láttam. Igen, az aztán jól megnőtt. Tehát az egy olyan bázis már, egy nagyon erős bázis, ahol be tudom mutatni az új újdonságokat. Most például Rakoncai Viktor, aki az énekiskolájának a zenei producere volt, és egy nagyon kúrens, napjaink kúrens zeneszerzője, ő írt egy dalt, egy duettet nekem és Horváth Alexandrának, az egyik tanítványomnak. Egy nagyon aranyos, ilyen 50-es, 60-as évekre emlékeztető, ilyen Meghan Trainor stílusú duettet. Nagyon jól sikerült, a napokban forgattuk rá a klippet, videoklippet is. Hirtelen az villant be nekem, hogyha véletlenül lesz módunk akár 20, 30 vagy 40 év múlva leülni ugyanígy valamely tévéműsorban, vagy rádióban, vagy bárhol, akkor könnyen lehet, hogy ugyanez történik majd, csak egy picit már látszik majd esetleg a kor, de ugyanígy megy minden tovább, a gyermekek már nagyok, családok, jönnek a gyerekek, az unokák. Hát, én arról álmodozom, hogyha majd én már most látom magam előtt ezt a képet, ugyanúgy, mint ahogy anno az Akácfa utcában, amikor oda költöztem a Csabihoz, ugye, ahogy meséltem takarítás közben, arról álmodoztam, hogy majd 3 gyermekünk lesz, és milyen csodálatos lesz. Lám, ez megvalósult. És aztán most meg arról álmodozom, amikor ott vagyunk, ugye a konyha, ebédlő, nappali így nagyjából egyben van, és mindig mondom a gyereknek, hogy fú, gyerekek, majd ide rakunk még asztalokat, még asztalt, a kertből is behozok a kerti bútort, és egészen a konyhába be fog nyúlni az asztal, és itt lesznek mindjárt én és az unokák, a legót elrakjuk, azzal majd fognak játszani, fú, milyen jó lesz, és hiszem, hogy így lesz. És nagyon várom, hogy majd jöjjenek hozzánk az unokák, és akkor főzöm a húslevesot, gőzölök az asztalon, főzöm a húslevest, rántott húst a sült krumplivel, mert valószínűleg az unokáinknak is ez lesz a kedvence. Szóval, hogy én abszolút nem félek ettől, és úgy vagyok vele, hogy a kor az egy állapot. Teljesen természetes, hogy aki mondjuk 2000-ben megszületik, az 2060-ban, ha akarja, ha nem, és ha Jóisten is úgy akarja, akkor 60 éves lesz. Hát adja Isten, hogy legyen 60, meg 80 éves is a lehető legnagyobb egészségben. Tehát én nem szeretnék ilyen görcsösen küzdeni a korommal, mindent elkövetek, hogy a lehető legjobb formámat tudjam hozni, de nem görcsös, szerintem szabad ebből görcsöt csinálni. Viszont, hogyha véletlenül mondjuk valamely ponton nem így lesz valami, gondolom én, hogy az igazi ilyen szabad vagy hívő hozzáállás az, hogy azt is elfogadjuk, nyitottan mindent várjuk, el kell és fogadni. Hogyha mondjuk véletlenül nem is tudom, valami egész mást rendez az élet, akkor azt is nézzük, éljük, megéljük. Ugyanakkor én hiszek abban is, hogy be tudjuk vonzani a pozitív gondolkodásunkkal a pozitív dolgokat. Azon túl nekem nagyon nagy példaképem Nik Vujicic, a kéz és láb nélkül született ember,
akinek már van felesége, két gyermeke, és boldogan éli az életét, mert boldogan akarja élni az életét. Őneki van egy mondata, ami előttem egy nagyon nagy példa, hogy én nem vagyok mérges Istenre azért, amim nincs, hanem hálát adok neki azért, amim van. Mm-hmm. És hogyha ilyen felfogással éljük az életet, akkor hiszem, hogy óriási nagy baj nem történhet, csak a jó Isten adjon elviselhető életet. De mondjuk a Nick Vujicicra mondhatnánk, hogy elviselhetetlen úgy az élet. Tehát ez is felfogás kérdése, érted? És még az jut eszembe, hogy mondtad, hogy be lehet vonzani gondolattal. A pozitív dolgokat, a pozitív gondolkodásra. Vagy én még ezt meg is tudom fordítani, esetleg nekem mindig az jut erről eszembe, hogy lehet, hogy minket vonz be az a dolog. Tehát, hogy mi esetleg én tudom azt gondolni, hogyha sokat gondolok valamire, akkor én azt bevonzom. És mondjuk tényleg megtörténik, de egy másik oldalról nézve pedig lehet, hogy valami vonzott engem, és azért jutott mindig eszembe egyre gyakrabban, és aztán így összevonzódott a két dolog. Minden esetre ez sem úgy működik szerintem, hogyha mondjuk valaki ezt most megnézi, hogy tök jó, na akkor én most arra gondolok, hogy összejövök a Pistivel. Holnap összejövök a Pistivel. Tehát szerintem ez azért nem így működik. De lehet, hogyha egyébként kitartom 10 évig valaki rááll arra, hogy holnap a Marival, illetve nem holnap, hanem össze szeretnék jönni Marival, és akkor 10 év múlva Mari tényleg, addigra nem is tudom, olyan élethelyzetbe kerül Mari, és hát akkor jöjjünk össze végül is, hát ezt hozta az élet. Alapvetően én úgy vagyok vele, hogy pozitívan álljunk hozzá, és hajlamosak az emberek azt gondolni, hogy aki mindig mosolyog, vagy aki pozitívan áll hozzá az élethez, annak milyen könnyű. Könnyű neki nincs gondja, mindenkinek van gondja. Mindenkinek megvan a maga problémája, esetleg megvan a keresztje is, amit cipel. Csak pozitívan áll hozzá az élethez. Tehát próbáljunk meg. Hát, most aki hisz a reinkarnációban, az úgy fogalmaz, hogy ebből az életünkből egy van. Én azt mondom, az életünkből egy van, akkor ezt éljük úgy, hogy a legjobb legyen a lehető legjobb saját magunknak, és mások számára is. A mi életünk legyen a legjobb? Legyen. Most itt egy pont kerül, de... Remélem, hogy itt is jól érezted magad, jó, akik nézték, köszönöm. Hallották. Remélem, hogy ők is. És akkor egyszerűen most ide pontot teszünk, ha szabad, és megyünk a dolgunkra. Végül is így is véget érhet egy beszélgetés, nem? És tulajdonképpen az életben is ez történik, hogy összetalálkoznak emberek, aztán mennek tovább. Igen, igen. És Isten útjai kifürkészhetetlenek, hogy mikor találkoznak, ismét. Örülök, és köszönöm. Én is köszönöm. Szia! És találkozzunk legközelebb is. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!